Nagyon kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti Önöket a műsorvezető Bögös Sándor, és a vonal túlsó végén itt van velünk Szűcs Norbert úr, a Tea Hálózat alapítója és vezetője, és vele beszélgetünk a múlt héten már elkezdett témáról, ami arról szólt, hogy napelemparkokat is megvalósítanak, van is már ilyen, és ebben most akár a Tea ügyfelei is beszállhatnak, és ez egy egészen különleges befektetési lehetőség, de gondolom nem kell hozzá okvetlenül Teás ügyfélnek lenni, de ha valaki az, és mondjuk beszáll ebbe a projektbe, akkor még egy picivel kedvezőbben tölthet a hálózaton is, tehát egy rakás olyan dolog van beleépítve ebbe, ami ezt vonzóvá teszi, de hogy múlt héten eléggé elnagyoltuk a dolgot, csak hát éppen egy nyaralás kellős közepébe sikerült nekem beletelefonálni, amikor Szűcs Norbert urat arra kényszerítettem, hogy a dugóban az autó mellett gyalogolva beszélgessünk. Na hát reméljük, hogy most egy kicsit kényelmesebb a helyzet, úgyhogy jó reggelt, hello! Jó reggelt, köszönöm a ismételt meghívást. Azt találtuk ki, hogy közösségi finanszírozással próbáljunk tőkét bevonni a projektjeink megvalósításához. Mondtad az előbb, hogy naperőműveket is építünk, hát nekünk ez volt az eredeti üzlet, tehát ez volt hamarabb, mi a naperőmű fejlesztésekkel kezdtük még 2013-ban, és utána jött a töltőhálózat 2020-ban vagy 2021-ben. A mostani közösségi finanszírozásos projektünk az már egy meglévő erőmű, tehát van egy meglévő erőmű, aminek egy részét kínáljuk eladásra, és a Tőkeportál weboldalon lehet jelentkezni, regisztrálni, és ott lehet befektetni, vagy befektetési szándékot jelezni, ahhoz, hogy valaki részese legyen ennek, vagy résztulajdonossá váljon ebben a naperem parkban. Na várjál, akkor ez azt jelenti, hogy ez a naperem park, ez már elkészült, ez már működik valahol, és akkor ti ennek egy részét így betettétek ebbe a tőkeportálos projektbe, ebbe a közösségi finanszírozásba, és úgy mond, akkor én vehetek, most mondok valamit, persze most csak ilyen szám, hogy vehetek 5 darab napelemet, és ezzel együtt a hozzátartozó áramtermelést. Gondolom az innen befolyó pénzekből pedig ti fejlesztetek tovább, vagy akartok további napelem parkokat létesíteni? Igen, alapvetően mi újabb naperőműveket akarunk még ebből építeni. Vizsgáltuk a lehetőségét, hogy ennek a kampánynak úgy menjünk neki, hogy az új erőművel, vagy az új erőműnek a megvalósításával, de végül amellett döntöttünk, hogy a meglévőt adunk el, vagy meglévőnek adjuk el a tulajdon részeit. Így kivitelezés szempontjából, vagy megvalósítás szempontjából ez elsőnek nekünk egyszerűbbnek tűnt. Igen, meg lehet, hogy nagyobb biztonságot jelent azok számára is, akik beszállnak a projektbe, mert hogy ez már ott van, darabra megvan, ez már működik, áramot termel, már csak a konstrukciót kell kitalálni, igen. Ez egy létező dolog, track recorddal, tehát van múltja, be tudjuk mutatni, hogy mennyit termelt az elmúlt időszakban, vannak rá prognózisok, hogy mennyit fog termelni a következő 25-30 évben, és ez alapján lehet meghozni a döntést, hogy ebbe szeretne valaki befektetni, vagy nem. Úgyhogy várjuk a befektetőknek az érkezését. Maga ugye a projekt azért érdekes, mert hogy manapság ugye az áramszolgáltatás az egy egyre inkább előtérbe kerülő dolog, tehát hogyha látjuk, nézzük egy kicsit a körülöttünk lévő világot, akkor minden azt lehet látni, hogy napelem parkok létesülnek, vagy naperőművek, ők tulajdonképpen nem tudom, hogy mi a helyes kifejezésre, de lényeg az, hogy mindenhol próbálkoznak ezzel, ti meg ezek szerint ebben már jártasak vagytok, mert elég régóta csináljátok. Ellenben mondjuk, ha valaki befektet, akkor ő ebből tulajdonképpen mit profitál, de hogyha megengeded egy rövid zene, és akkor zene után jövünk vissza, hogy hogyan is működik pénzügyileg az a rendszer, ha valaki ebbe beugrik, akkor neki hogyan fognak potyogni ebből a forintok, vagy eurók, vagy bármi más egyéb. Itt van velünk Szűcs Norbert úr, a Tea Hálózat alapítója és egyik vezetője, és hát vele beszélgetünk egy olyan közösségi finanszírozásról, egy olyan projektről, amelyet most megnyitottak mindenki számára, ami arról szól, hogy egy naperőműbe lehet tulajdont szerezni valamilyen hányadba azzal, hogy mi oda befektetünk. De hát akkor nézzük, hogy ez mondjuk befektetői oldalról hogyan néz ki. Tehát mikor tud ő ebből pénzt látni, hogyan néz ki, hogyan potyognak a forintok, vagy eurók, vagy nem tudom, hogy hogyan számoljátok ezt. Tehát egy kicsit a gyakorlatot nézzük meg. Gyakorlat az úgy néz ki, hogy most fut ez a tőkegyűjtés kampányunk a tőkeportál.com oldalon. Itt én azt hiszem, hogy valahogy szeptember elejéig tart ez a kampány, tehát mire megjelölt időpontban fog véget érni. Addig lehet jelentkezni és befektetni ebbe a projektbe.
90 és 180 millió forint közötti összeget szeretnénk összegyűjteni, tehát azt jelenti, hogy minimum 90 milliót, hogyha nem gyűlik össze a 90 millió forint, akkor ez nem fog megvalósulni, akkor vissza fogják kapni a befektetők a pénzüket, ha pedig elérjük a 180 milliót, akkor hamarabb le fog állni a kampány, tehát nem fogunk tudni többet gyűjteni, mint ez az előre megszabott összeg. Mi a minimum beugró összeg ebben? Hogyha valaki kisbefektetőként azt mondja, hogy hú, nekem van 100 ezer forintom, érdemes azt berakni? Már 50 ezer forinttól be lehet fektetni, ugyanakkor persze mérlegelni kell, hogy itt részvényeket fog kapni a befektető, tehát hogyha csak ezért akar valaki értékpapírszámlát nyitni, akkor nem biztos, hogy az megéri, hogy 50 ezer forintnyi részvényt tartson egy értékpapírszámlán. Ugyanakkor ez egyáltalán nem ilyen ördögtől való óriási összegekről van szó, tehát egy ilyen értékpapír számlának a számlavezetési költsége szerintem ilyen pár száz forinttól indul havonta, vagy hát ilyen 1000 forintos nagyságrend. Tehát amúgy, ha valakinek van értékpapír számlája, akkor már tényleg akár 50 ezer forinttól is megéri befektetni, de... Most kérdés, hogy mennyit jövedelmez, mert lehet, hogy szépen apránként elfogy az a pénz a számlavezetési díjra, nem? A jövedelmezőségére vannak egész komplex számítások, amit a kampány oldalunkon meg lehet nézni. Tehát arra biztos, az bogarászát mindenki, igen, érdek. Tőkeportál oldalán. Azt tudom, hogy nagyjából elmondani, hogy ilyen 8 és 10 év között fog megtérülni a befektetett összeg, és utána még a következő 10-15 évben fog ezt termelni. Tehát nagyjából ez a befektetésnek a természete. Tehát egy hosszú távú befektetés. Igen, abszolút. Ha visszamegyünk oda, hogy akkor hogy is működik ez a dolog, tehát most lehet befektetni, regisztrálni kell ezen a portálon, megnyomni a befektetés gombot, kell adatokat megadni, és a befektetés pillanatában ki kell fizetni a befektetésnek a 25%-át, tehát ezt vagy bankkártyával, vagy átutalással meg kell tenni. Ez egy illetéti számlára kerül, amihez mi hozzá se férünk a kampány sikeréig, és akkor lezárul a kampány, és ugye egy több eshetőség van, az egyik az, hogy mondjuk nem érjük el a 90 millió forintot, de erre azért annyira nem számítok, mert már ilyen 80 millió forint körül tartunk, tehát azért az jó. Valószínűleg sikeres lesz. Ha nem lenne sikeres, akkor ezt mindenki visszakapja, ha pedig sikeres lesz, akkor be kell fizetni a másik háromnegyedét, és itt nagyon fontos, hogy a kampány zárásig egyébként a befektetők meggondolhatják magukat, tehát hogyha ők olyan információt kapnak itt közben, hogy ez nekik mégse tetszik, vagy ez nem szimpatikus, akkor egyébként a kampány vége után azt hiszem 3 napig, tehát miután vége van a kampánynak, még azt követő 3 napig, még bárki kiszállhat és visszakapja a pénzét minden további költség vagy kötelezettség nélkül. Tehát az early bird-ökön már túl vagytok akkor. De ha szeretne benne maradni, akkor ki kell fizetni a további 3/4-ét. És ezután ez egy tőkeemelés formájában kerül be a Tea Solar ZRT-be, és ennek a ZRT-nek fogják megkapni a részvényeit a befektetőink. Most megnézzük tényleg a jövőt, akkor ez mondjuk egy aránylag jó befektetésnek tűnik. Ti meg már 1000 évet csináljátok, működtök ezen a területen, tehát megvannak azok a mondjuk műszaki feltételek, meg a tapasztalat is, hogy hogyan kell egy ilyet építeni, működtetni. Hát nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Tényleg egyébként, ha ez összejön, akkor egy újabb naperőmű épül belőle, vagy pedig ez aztán megy hálózatbővítésbe ide-oda-amoda, ezt ti hogy használjátok majd föl, mert a hálózatfejlesztés is egy érdekes kérdés, mert ugye egyre több töltőt telepítetek, de nagyjából már látjátok a felhasználás, vagy ez olyan kötött? Van másik 2 naperőmű fejlesztésünk, ami folyamatban van, és ezekbe fogjuk ezt a pénzt befektetni. És akkor ez felgyorsulhat. Így van. Jó, akkor a lemben megint egy zenés, a zene után jövünk vissza, és akkor nézzük már meg, hogy hol tartotok itt most Magyarországon a töltőoszlopokkal, a hálózatfejlesztéssel. Itt van velünk Szűcs Norbert ura, te a töltőhálózat alapítója, akik elektromos autóval járnak, azok tudják, hogy miről van szó. Magyarország egyik intenzíven fejlődő töltőhálózata, ahol mindig igyekeznek kedvező árakon áramot biztosítani az autósoknak, már csak azért is, mert hogy ők is az elejétől kezdve elektromos autósok, és átérzik azt, hogyha valakinek nagyon sokba kerül az áram, akkor már nem is annyira boldogító az elektromos autózás. Persze így is azért ingadoznak az árak, éppen azért, mert ugye ingadozik az áramtőzsdén, és az ár elég hektikus, de azért a végén nézzük az országot, tulajdonképpen nagyon-nagyon kedvező áron lehet nagyon sokan tölteni a Teánál, és így, hogy nap erőművek is vannak a háttérben, majd egyszer talán ezek is bekapcsolódnak ebbe. Na de mi az, ami még esetleg az előző témához, ez a közösségi finanszírozáshoz kimaradt, és akkor beszéljünk majd arról is, hogy hol tartotok most oszlopszámban, meg hogy lesz-e még több év végéig.
Talán arról szeretnék még mondani egy pár szót, hogy miért is jó ez a befektetőinknek. Ugye bemutattam azt, hogy hogy fog részvényeket kapni, de ezt követően, hogy mi történik, arról még talán nem beszéltünk. Miután megkapták a részvényeket, gyakorlatilag nem kell csinálniuk semmit, tehát az üzemeltetés, karbantartás, ennek a naperőműnek a működtetését, ezt ugyanúgy mi végezzük, mint eddig, és ez a naperőmű a megtermelt energiából, energiaértékesítésből osztalékot fog majd fizetni a befektetőknek, tehát hosszú távon osztalékfizetésre készülünk, ez a befektetésnek a célja. Lehet, hogy a szeptember elejéig nem fog tartani a kampány, hiszen már a minimum célt lassan elérjük, és ahogy elérjük a maximum célt, akkor ugye ez meg fog állni. Ami transzparens elemben 100%-osan, az az út mellett látható különböző töltő oszlopok mennyisége meg száma, hogy ez folyamatosan emelkedik, meg nagy sebességű, azaz sok-sok kilovattal autót tölteni képes oszlopokat is telepítettetek nagyon sok felé. Hogy álltok most ezzel? Szerencsére már van egy jó pár nagy teljesítményű töltőnk, ezek ilyen 150-180 kW-os töltőoszlopok. Most az M3-as autópályára került le több helyre is ilyen töltő, és hát vannak még terveink, hamarosan az M1-es autópálya célkeresztben lesz, és meg fog valósulni több ilyen fejlesztés, ha minden jól megy, még ebben az évben lesznek az M1-es mentén is ilyen nagy teljesítményi töltőink, illetve ami még itt fontos, hogy egyszerre több autót is tudunk tölteni, tehát itt nem csak egy autónak a töltésére lesznek alkalmasak, hanem például Tatabánya térségében ott lesz egy olyan töltő, ahol akár 4 autót is lehet majd tölteni, úgyhogy nagyon szeretnénk ebbe az irányba tovább haladni, hogy nagy teljesítményi és több autó töltésére alkalmas egységek települjenek. Egyébként, ha valaki autózik az M1-esnél, akkor Győrnél van egy töltőben a kamionparkolóba, az már nagyon régóta ott van, az tulajdonképpen egy ilyen oázisként ott nagyon jól elketyegett eddig, ha valaki ragaszkodott a teahálózathoz, az is bővül? Igen, oda is fog kerülni még egy töltő, hogy egyszer autó is tud majd tölteni. Na, az teljesen rendben van. Tényleg egyébként, hogy látjátok manapság, hogy alakulnak az árak? Mert az ember megnézi például azt, hogy a fehérvári töltőnél is, hogy nagyon-nagyon kedvező áron 160-ért lehet tölteni kilovattonként, de nagy teljesítménnyel. Tehát ez azért aránylag ritkaságnak számít ezen a piacon. Tehát mennyire lehet jól lobbizni áramár ügyben? Nagyon sok helyen úgy szerezzük be az áramot, hogy a tőzsdei árhoz van indexálva. Tehát amikor a tőzsdén olcsó az áram, akkor jellemzően ugye mi is olcsóbban kapjuk. Talán ennek köszönhető, hogy több helyszínünken is viszonylag olcsó díjakat tudunk mostanában kínálni. Persze ennek megvan az a hátránya is, hogyha egyszer lesz egy nagy áremelkedés, akkor kénytelenek leszünk az árakon emelni, de van néhány olyan helyszín, ahol viszont ilyen hosszú távú szerződés van több évre, de jellemzően én úgy gondolom, hogy az volt a jó döntés az elmúlt 1-2 évben, ami a tőzsdéhez indexált ár volt, hiszen nagyon lecsökkentek az áramárak a 2021-22-ben. Igen, ezt annak idején mondtad is, hogy ez a kiugró ár, ez azért nem marad a világ végig, ami volt, akkor elég goromba volt, mondtad is, hogy hát akkor azért nem mosolyogtatok ti se annyira, amikor, mit tudom, hogy mondjuk 100-110 forintért adtátok az áramot, és nektek ennek a duplájába került mondjuk. Igen, hát volt ilyen, hogy 300 forint per kilovattórás árakat is kellett fizetni, amit nem hárítottunk át mindenhol a vevőkre, mert nagyon bíztunk benne, hogy ez tényleg csak egy ilyen pillanatnyi állapot. Ez szerencsére sok helyen be is jött. Hát sajnos van azért a hálózatban egy-két olyan hely, ami még továbbra is nagyon drága, ahol ott beleragadtunk ilyen drága árambeszerzésekbe, de hát azért én ezt nagy eredménynek tartom, hogy a 100 helyszínből egy-két ilyen van, és nem a nagy része. Igen, igen, nekem is van egy ilyen kedvenc töltőpontom, ahol mostanában azért nem nagyon állok, mert ott azért elég csúnya, de mondtad, hogy nem tudsz vele mit csinálni, vagy nem tudtak vele mit csinálni, mert hát nem nagyon, mert az egyelőre nem. Úgy van, aztán meg majd egyszer kimásztok belőle. Ha megvan kötve a szerződés 2-3 évre, akkor azt tisztességesen nem lehet felmondani. Tehát, igen, hogy az igen. Nem. Azért köt valaki 3 éve szerződés, mert azt akarja kapni 3 évig. Hát gyakorlatilag oda nagyjából ti is port törölgetni át a karbantartás ügyben, gondolom. Hát körülbelül. Meg ilyeneket ókokat. Na hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ja, még egy kérdés, hogy lesz bővülés még? Tehát még ebben az évben azért látunk több oszlopot, vagy ez ilyen hosszú távú terv volt, amit mondtál? Nem, ezek abszolút mostani tervek voltak, tehát az M1-es autópályán. Ja, az már idén? Tata és Győr az idén, illetve Budapesten is várható, hogy még idén lesz egy-két új töltő. Uh-huh. A
keleti rész, az kicsit mostohabb. M3-ason például a Gelej, ahova kerültek töltőink, az szerintem elég, az már helyel közel keletnek számít. Aha. Illetve Nyíregyházára is fog kerülni egy 200 kW-os töltő, ezt majd elfogadtam. Az egyik nyíregyházi partnerünkhöz fog kerülni. Na. Hát szerintem ilyen néhány héten belül, úgyhogy a keleti régióban is igyekszünk jelen lenni, annál is inkább, hogy azért még hajdúszoboszlói központtal működünk, úgyhogy mégis ez, ami nekünk leginkább hazai terep. Na, szuper. Tehát akkor Gelejen is lesz Delej, csak azt kell megnéznem, hogy hol van Gelej. Az M3-os autópályának az egyik pihenője a Miskolci elágazás előtt. Aha, na, majd akkor. És ott már van? Na, jó van, akkor majd beiktatom oda a rendszerbe. Egyébként talán nagyon sokan nem tudják, de nálatok van bérletrendszer is, ami meg egyébként tényleg egy jó dolog, mert azzal is egy picit lehet spórolni az árakon, úgyhogy majd arról is dumálunk egyszer valamikor, hogy jött ez az ötlet. Na, de hát egyre békén hagylak, köszönöm szépen, és hát akkor várjuk a töltőoszlopokat, meg majd kíváncsian várom, hogy álltok szeptember elején, úgyhogy majd rád zörgök, mert ez tényleg egy ilyen különleges projekt, úgyhogy nem nagyon futott még ilyen Magyarországon. Na, úgyhogy további szép napot neked, szia! Köszönöm a beszélgetést, sziasztok! A vonal túlsó végén köszöntettem Szűcs Norbert urat, hogyha valaki úgy rendszeresen hallgatja a műsort, akkor talán beugrik a név, hogy ismerős valahonnan. Nos, hát a TEA töltőhálózat ügyén beszélgetünk már vele többször is, és most ebben az évben még intenzívebb a fejlődés, nagyon sok nagy teljesítményű oszlop is bekerült a rendszerbe, de másfél-két hónappal ezelőtt, vagy talán picivel régebben már említettük, hogy lesz egy olyan lehetőség, amikor napelem parkokba is beszállhatnak a TEA ügyfelek, de hogy pontosan hogyan is néz ki most ez a dolog, szerintem erről beszélgetünk egy rövidet, aztán jövő héten, hogyha minden igaz, akkor nem a szabadságán fogom őt zaklatni, hanem bejön a stúdióba, és akkor körbejárjuk majd ezt a témát, meg a töltőhálózatokat, és de hát először is szép napot neked, szia! Szia, köszönöm a hívást, üdvözlök mindenkit! Most éppen az autó mellett sétálsz, mert hogy egy dugóban vagytok, és mondtad, hogy inkább kiszállsz, és akkor a gyerekek nem fognak a beszélgetésbe bekapcsolódni. Igen, úgyhogy sétálok az autók mellett, de... Te vagy a gyorsabb? Hát szerintem most igen, igen. Nem hangzik annyira jól. Nem hangzik, de mindjárt vége a dugónak, úgyhogy semmi gond. Na, akkor húzzunk bele. Nekifutottunk ennek a közösségi finanszírozás kampánynak egy pár hónappal ezelőtt, szerintem erről beszélgettünk is már a múltkor, és hát eljutottunk oda, hogy ez a kampány elindult, sőt most már nyílt szakaszba került, gyakorlatilag bárki befektethet, aki szeretne a cégünkbe. Egész pontosan ez nem az autótöltő hálózat, hanem egy napelemes kiserőmű. Egy meglévő naperőműből lehet részesedést vásárolni. Úgyhogy azok az ügyfeleink, akik mondjuk érdeklődnek a napelemes áramtermelés irányt, de mondjuk azt nem tehetik meg, hogy napelemet tegyenek a háztetőjükre, mert mondjuk társasházban laknak, vagy egyéb más akadályba ütköznek, azok mondjuk megtehetik azt, hogy valamilyen összeggel befektetnek ebbe a cégben, és rendszeresen utána az áramtermelésből osztalékot fognak kapni. Hát sajnos nem energiát, ez nem letölthető a töltőhálózaton, de az ellenértékét azt meg tudjuk fizetni. Annyit még szeretnék hozzátenni, hogy egyébként van más kedvezmény is még a villanyautósoknak, tehát aki befektet, az kap töltéskedvezményt a töltőhálózaton, és szerintem úgy nagyjából össze is foglaltam a főbb tudnivalókat erről. Mondjuk ez jól hangzik, mert ugye egyre több teljes ügyfeletek van, és hogyha valakit érdekel a dolog, és ebből még gyakorlatilag úgymond úgy is tud egy kicsit profitálni, hogy még egy kicsivel kevesebbe kerül neki, akkor az áram, amit az autóba beletölt a hálózaton keresztül, akkor az még egy lökés is lehet. Egyébként ez nem egy idegen dolog a nagyvilágban, hogy egy ilyen támogatási rendszer kiépül, amikor egy-egy cég szeretne valami újat csinálni, és van benne ráció, akkor a partnereit fölkéri arra, hogy segítsenek, szálljanak be, és akkor csináljuk meg együtt ezt a dolgot. Igen, a nagyvilágban erre sok példa van. Magyarországon ezt a tőkeportál kezdte el. Én úgy tudom, hogy jelenleg ők, ha nem is az egyetlen, de tehát ők a legnagyobb ilyen szereplő a piacon. Akkor ti is velük dolgoztok. És mi is velük dolgozunk, a tőkeportál címen lehet őket elérni. Rajtunk kívül van más kampányuk is, amiben be lehet fektetni, csak aki érdeklődik a mi kampányunk után, minket is ott talál meg. Nem túl sűrű ezek szerint ez még itt Magyarországon, de lehet, hogy mások is kedvet kapnak hozzá, hogy így ugorjanak egy kicsit ki, és így szerezzenek plusz tőkét ahhoz, hogy valóban hatékonyabban tudjanak működni, fejleszteni. Úgyhogy jövő héten, hogyha minden igaz, addigra már vége van a Szabinak, akkor majd mondtad, hogy beugrasz hozzánk, és akkor részén beszélünk a hálózatról, meg erről is, mert ez is mindenképpen egy érdekes téma lehet, meg egy új vonal.
Így van, ott leszek a jövő héten. Köszönöm szépen, és további jó utat. Egyébként merre felé tartotok, hazafelé vagy kifelé éppen? Ez relatív, mert Szántódról Tihanyra, úgyhogy a kompra... Akkor a dugó van? Elég sokan várnak most a kompra. De ha jól látom, akkor lassan elérünk a kasszához, úgyhogy... Elengedlek, meg a végén ott hagy a család téged. Köszönöm, szia! Na, hello, szia, és akkor további kellemes időtöltést. Ahogy hallom, akkor Szűcs Norbert úr már futólépésben elindult az autó irányába, nehogy ott hagyja a család. És akkor jövő héten beszélgetünk majd a töltőhálózatról, a fejlesztésekről, meg tulajdonképpen erről az egész napelemes projektről is. Ami egyébként egy érdekes, izgalmas projektnek tűnik, egy olyan befektetés, amiben az ember nem minden nap szállhat be. De egyelőre ennyi, jövő héten majd többet tudunk róla.